Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. Tartsanak velünk! Szent Anna nap igazi retro búcsú hangulat volt Dombóvár Szőlőhegyen. Dombóvár Szőlőhegy védőszentjének, Szent Annának a tiszteletére tartottak ünnepséget a városrészben. A reggeli szentmisét követően zöldben zölden környezetvédelmi kalantúrán vettek részt kicsik és nagyok. A délután focikupával és zenés műsorokkal folytatódott, majd a résztvevők elfogyasztották a főrzőversenyen elkészült ételeket. Az eseménydús napot utcabál zárta. Dombóvárt elhagyva a csodálatos tájban stábunk a Kapos folyó híd után nem sokkal jobbra Dombóvár Szőlőhegy felé vette az irányt a legendájáról híres Szent Anna kápolna felé. A korábbi időkben is kedvelt búcsújáró hely volt, ezért 1870-ben építettek egy nagyobb kápolnát, és attól kezdve már mise is volt a búcsú ünnepén. Ez a kápolna is hamar kicsinek bizonyult, így 1912-ben bővítették. Szent Anna búcsújára sokan jönnek a környező településekről még ma is, ahol 10 órakor a névadó védőszent tiszteletére a több száz éves hagyományoknak megfelelően ünnepi szentmisin vettek részt az egybegyűltek. A több évszázados búcsújáró helytől nem egészen 1 kilométerre a Dombóvári Életfanat Családos Egyesület reggel 9 órától egészen délután 1 óráig várta az érdeklődőket programjaival. A rendezvényünk ez egy igazi kalantúra, környezet és környezetünk védelme tematikája. Ez egy rendhagyónak szántuk, és hagyományteremtőnek is egyben. Ez először alakult így a város és a környékbeli családok kérésére, ugyanis több helyen megállítanak minket a városba, mikor kitör a vakáció, hogy ugye rendeztek valamilyen programot a nyáron, mert tudják, hogy nálunk 0-tól 99 éves korig mindenki jól érzi magát, sőt a 100 is. Itt most az a célunk, hogy egy kicsit a környezet fele toljuk, illetve irányítsuk a családokat, a gyerekeket, mert a legkönnyebb a gyerekeken keresztül életmódot váltani. Ha őket meg tudjuk ezzel érinteni, akkor én úgy gondolom, hogy a család is át fog formálódni egy idő alatt, után. Tehát egy új szemléletet kezdünk. Ezért erre hívtuk segítségül a Vöröskeresztet, aki ugye mindjárt felhívja nekünk itt a figyelmünket a különböző sebekre, és kapunk mindjárt egy mentő személybe, egy szakértő kezet is abban, hogy hogy tudjuk ezeket esetleg a baleseteket kivédeni, illetve orvosolni, segíteni rajta. Illetve egy céget hívtunk, aki egy nagy vállalat itt Dombóvár határában, a PET, és őket azért, hogy igenis tudjanak, be tudják bizonyítani azt, hogy ők is tesznek a környezetünkért, nem csak egy vállalat. Tehát, hogy ők is milyen hatással vannak a környezetünkre, és mit tesznek ennek megóvása érdekében. A túra során, a kaland túra során a gyerekeink, illetve a családok kvízekre kell megfelelniük, akkor a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban mérjük fel, hogy mit tudnak, illetve betekintést nyerhetnek, akiknek eddig ez idegen volt abba, hogy ezt hogy tudjuk kivitelezni, hogy tudjuk megoldani kicsibe is otthon. És a legvégén pedig egy kis cserkész csapatot kértünk fel, akik 160 kilométer messziségből érkeztek hozzánk, hogy ezen a rendezvényen részt vegyenek, és ők is segítsék a gyerekeket ebben, hogy minél inkább vissza a környezetbe. Valószínűleg kérésre nem tudjuk abba hagyni, úgyhogy újból kell rendeznünk, és szeretnénk is nagyon szívesen minden évben. És várjuk a kéréseket, mert nagyon szívesen rendezünk bármilyen tematikájú programot. Mert látjuk, hogy szívesen vesznek részt a családok. 10 óra van, és kb. Az 50. családunk indult el, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz, és jól érzik magukat, és tudunk egy kicsit a jövő fele tenni, nyitni. A helyi polgárőrök állandó támogatói a rendezvénynek. 3 éve volt már a Nagycsaládos Egyesületnek egy programja, azon is részt vettünk. Akkor még nem voltak lovasaink, most viszont meginvitáltuk őket, hogy legyenek szívesek egy kicsit átjönni. Hosszú Hetényben van nekik a lovas udvaruk, és onnan gyalogoltak szegény lovak idáig, azért, hogy a gyerekekkel egy kicsit tudjanak foglalkozni, vagy a gyerekek lássanak élő állatot is, hogy
kutyuson kívül még talán lovak is vannak. Rendezvényeiken mi általában mindig ott vagyunk, biztosítjuk egyszer a helyszínt nekik, és nagyon sok közös programunk van. Nekem a családomból is van náluk tag, 3 gyerekkel vesznek részt, és ha ők nem tudnak ideérni, mert ők elég messze vannak, akkor mi szoktuk egy kicsit patronálni az ő programjukat is. Aztán most is itt vannak, állomást biztosítanak, gombás állomásuk van, és abból segítik a gyerekeknek megismerni a gombákat, az erdei gombákat, melyik ehető, melyik nem ehető, úgyhogy kicsit megismertetik velük. Úgyhogy abból a szempontból nagyon hasznos a gyerekeknek is, hogy tudják, ha az erdőkbe járnak, akkor mit szedhetnek össze és mit nem. Jól érzem magamat, rajzoltam egy nyuszit, azért, mert szeretem a nyulakat. Mindenfélét szeretnék csinálni, hogy sok édeséget szerezhessek. Én nagyon jól érzem magam, szerintem nagyon jók, izgalmasak, érdekesek. Itt például lehet rajzolni, meg ilyen tetkókat lehet itt kapni. Délután 2 órától a szőlőhegyi focipályán és annak környezetében folytatódott a Szent Anna nap, ahol főzőversenyhez készülöttek a városrészen élő utcabéliek, miközben 4 csapat rúgta a labdát, hogy eldöntsék, ki vigye majd haza a vándorkupát az elkövetkezendő 1 évre. Ez egy borjúpörkölt, csülökkel vegyítve, és a titok az, hogy a borjú a szőlőhegyi, szóval ez a titok, meg az, hogy a baráti társaság jó hangulatban főzi. Az eredmény nem fontos, az eredmény abszolút nem fontos, az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. A Szőlőhegyen a Szent Anna búcsúgy már régi időkre visszavezethetően, ugye ez búcsújáró hely volt, ugye a Szent Anna búcsú, a szőlőhegyi búcsú, ugye az mindig nagy hírneve kapott itt a környékben, és ugye volt egy kis idő, amikor ez egy kicsit ellaposodott, és úgy gondoltuk a Szőlőhegy kis közösség, illetve a Dombavárváros önkormányzatának a támogatásával, szervezésével, hogy ezt a búcsúi hagyományt egy kicsit feleveníteni, újra behozni a közéletbe ezt a retro, régi falusi búcsúi jelleget, búcsúi életérzést, ugye focikupa, főzőverseny, hál' Isten nagyon sok jelentkező volt, akiknek szeretné mérettetni főzőtudományát, foci csapatok, a ringlés, a dodgem, este utcabál, és hogy ezt az életérzést újból egy kicsit visszahozni a közéletbe. A főzőversenyre 6 csapat jelentkezett, ebből 2-3 csapat ilyen 20 fős létszámmal képviselteti magát. Mindenki szabad kezet kapott saját fantáziára bízva, hogy mit szeretne főzni, és mivel mindegyik csapat ötletes, igencsak finom illatokkal terjengő, tehát a nagyon gusztusos ételeket álmodott meg magának, ezért úgy gondoltuk, hogy minden csapat egy elismerő oklevélben fog részesülni, örülve annak, hogy képviseli magát ezen a rangos eseményen, és így bízva abban, hogy talán jövőre is újból találkozhatunk velük. Szintén ezt a búcsúi hagyományt szeretnénk továbbvinni a későbbiekben, és egy kicsit megspékelve, mindig valami újat, de megtartva ezt a régi búcsúi hagyományt, ezt az életérzést szeretnénk továbbvinni a jövőben is. 4 foci csapat jelentkezett, volt több, a sajnos létszámhiány miatt visszamondták, de 4 foci csapat képviselteti magát. Ha jól tudom, egy csapat, aki helybéli fiatalokból verbúválódott, van egy szomszédfaluból. Szeretnénk egy ilyen hagyományteremtő jelleggel a Szent Anna kupát, ami egy vándorkupa természetesen, és ezt minden évben a győztes csapat viheti, illetve vigyázhat rá egy évig. Hát ebben gyönyörű időben sportszerű játékot, barátságok, szövődjenek, és azt hiszem, hogy ennél több nem kell, és akkor nyerjen a jobbik. Az annanapi búcsún, az annanapi focikupán Szőlőhegy csapata első helyezést ért el tehát, és hatalmas tapsot kérünk szépen a Sokapoka LSL csapatának. Gratulálunk! És a vándorkupa. Pörkölt, ami ugye csülök és görömpörkölt. Hát ilyen egyedi elgondolásaink is vannak benne, amit
hozzáteszünk adalékként, amit nem minden, hát mindenki másképp főzi, ugye tájegységenként változik, sőt még településen belül is. Nekünk ez bevált, és ezt próbáljuk itten bemutatni ezen a úgymond főzőversenyen, ami végül is csak névlegesen verseny, mert annyira nem merülünk bele, hogy versenyszerűen csináljuk. A lényeg az, hogy sok ember jöjjön ide, hogy meg szeretné kóstolni, ami által elismerik az igyekezetünket, a főzésünket. Egy olyan 2 óra kell neki, mivel ugye a körömnek annak több idő kell. Feltesszük a körmöt, és akkor egy óra múlva meg beletesszük a húsokat. És akkor attól számítva még egy óra is mondhatjuk, hogy sikerült a pörköltünk. Szoktunk mi főzést csinálni így utcának is, ilyen utcabárszerűen, az majd szeptemberben lesz. Akkor is ilyen főzéssel egybekötött, és ott is többen szokunk főzni. 200 cső csemege kukorica is főtt a délután második felében, ami megörvendeztette a Gárdonyi térre érkezett gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Kollégámmal, kis családommal, kollégáimmal leszünk majd itt, elfogyasztunk egy általunk elkészített kis pincepörköltet, ami egy picit ilyen sajátosan lesz elkészítve, alföldiesen, ami nem más, mint lesz benne bőrke, lesz benne kolozsvári szalonna, kolbásszal gazdagítva, picit lecsósan, reméljük jól fog sikerülni, mindenkinek ízleni fog, úgyhogy várunk a családot szeretettel, a barátokat, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok itt Szőlőhegyen a kis búcsunkba. A zenei programok és az esti utcabál hozzájárult mind ahhoz, hogy igazi retro búcsú hangulatot sikerült teremteni a dombovári városrészen a szőlőhegyi közösségnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszont látásra!